Már kiderült most, hogy a Robi rosszul vacsorázott. Amikor Csadik Balázstól megtudtuk. Igen, amikor Balázs itt volt nálunk a stúdióban, csak kiderül az, hogy az ember miért nem fogy, vagy miért nem tud lefogyni, mert ugye a Balázst, aki jól ismer, ez pontosan tudja, nem csak kitűnő edző, aerobik edző, hanem életmód tanácsadó, és jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Egyébként nem miattam, hanem egyébként a pandémia alatt van egy friss kutatás, 5 kilót híztak Magyarországon átlagosan az emberek, ezt most hogyan tudjuk klasszul leadni most, hogy kezdődik a nyár? Igazán azt javasolnám mindenkinek, hogy most nagyon sokan elkezdtek edzőterembe járni, mindenki elkezdett újra mozogni, hogy tartsunk be egy fokozatosságot, mind pedig a táplálkozásnál, mind pedig az edzésnél. Tehát fontos az, hogy úgy vágjunk bele, hogy tényleg alaposan építsük fel ezt az egész rendszert, és ne hirtelen napi két edzéssel kezdünk, vagy nem egy, mondjuk egy rossz vacsorával nyissunk. Tehát mindenféleképpen próbáljuk meg úgy felépíteni a programunkat, mind a táplálkozás, mind pedig az edzés terén, ami hosszú távon tartható és egy életmódváltást. A rossz vacsora gyorsan jegyezzük meg, mert nagyon büszkén mondtam el, hogy tegnap este egy joghurtot, meg műzlit vacsoráztam, és erre mondtad, hogy az a legrosszabb volt, az egyik legrosszabb vacsora. Igen, én azt gondoltam, hogy ha mondjuk ettél volna mondjuk két tükörtojást, akkor lehet, hogy sokkal jobban jártál volna a történettel, emellé esetleg egy kis kígyóborkát, vagy valamit, és lehet, hogy még jobban is laktál volna, úgyhogy én ezt inkább ajánlottam volna neked egyébként. De egyébként tényleg általában ez a legnehezebb, hogy az ember nem akar éhezni. És úgy meg nehéz életmódot váltani, hogy az éhségérzet az ne legyen ott, vagy lehetséges? Persze, meg nagyon sokan ilyen tévhitekben vannak, hogy különféle ételeket fogyasztanak, és azt hiszik, hogy az mondjuk diétás, legyen itt ugye pont erről a vacsoráról szó. Tehát tényleg úgy kell felépíteni az egészet, hogy ez hosszú távon tartható legyen, és azért valamilyen szinten, főleg ugye a férfiak esetében azért jól lakott érzésnek is kell lenni. Tehát mindenféleképpen hát, úgy. Nők is szeretnek jól lakni. Igen. Nem csak ugye a férfiak sokkal nehezebben szánják rá magukat, mert a nők azért elég keményen bele tudják magukat vetni ezekbe a diétákba, és mindig azt javasoltam, hogy tényleg egy életmódváltás, hogyha össze tudunk hozni, akkor az a legjobb, és az hosszú távon tartható, de ez csak úgy működik, hogyha nem éhezel mellette, ha éhezel, akkor előbb vagy utóbb ilyenek vége szakad, és akkor jön a jó-jó effektus. Igen, és ugye azt tudom meg mindenki, az egy agyrém kimondani ezt a statisztikát, hogy ez a 70-30, hogy ahhoz, hogy az ember fogyjon, az 70% a táplálkozást kell ugye bevezetni, vagy rendbe rakni, és 30% ugye a mozgás. Igen, és nagyon fontos szerepe van tényleg a táplálkozásnak. Annak idején, amikor az emberek ugye mondjuk fiatalabb a szervezet, akkor sokkal gyorsabban működik az anyagcseréje, sokkal gyorsabban le tudja adni, de hogyha ugye már haladunk ugye a korral, akkor azért a táplálkozásnak sokkal nagyobb szerepe van, és azért is szoktuk azt javasolni, hogy egy 70% a táplálkozás, 30% a mozgás, viszont a kettő együtt működik igazán jól, tehát hogyha valaki tényleg formás testalkotót szeretne, akár egy beachbodyt nyára, akkor mindenféleképpen azt javasolnám, hogy a kettőt tegyük összhangba, és úgy építsük fel. Csak gyorsan, még mielőtt azért a süteményes könyvről is beszéljünk, mi az átlagos jó fogyás egy hónapon belül, vagy egy hónap alatt? Ez sok mindentől függ, attól is függ, hogy ki mennyi felesleg van, és mert ugye van kint csak van 4-5 kiló felesleg, van kint mondjuk van 50 kiló felesleg, itt azért a súly az megoszlik, egyébként a nagyobbból sokkal könnyebb leadni, és sokkal nagyobb számok tudnak generálódni az elején, míg mondjuk az utolsó 2-3 kiló egyébként az rettentő nehéz. Tehát itt ez általában változik, de azt gondolom, hogyha valaki tényleg oda tud figyelni az étkezésre, és mellett a táplálkozás, hogy átlagos testalkattal rendelkezik, akkor ilyen hetente ilyen 1-1,5 kilót azért le lehet fogyni. Süteményes könyv, mennyi bűnözés fér bele, és hogyan lehet úgy bűnözni, meg nassolni, hogy azért a végcél az még meglegyen? Most ez volt az egésznek a célja, hogy a pandémia alatt én is azt láttam, hogy rengeteget főznek otthon a szülők, és szerettem volna egy olyan receptkönyvet kialakítani, mert kimondottan olyan receptek is vannak, amiben együtt főzhet a család, együtt süthetnek a gyerkőcökkel a szülők, és mindezt egészségesen, tehát próbáltunk egy olyan receptkönyvet kialakítani, ugye ez most már a 6. receptkönyv, ami cukormentes, de ezen kívül pedig egészséges alapanyagokat is tartalmaz, egyébként vannak benne diabetikus szörpök, ilyet rengeteg cukormentes recept, és tényleg egészen a kicsik is el tudják készíteni a recepteket, tehát pont ez volt a cél, hogy az egészet így az egész családra ugye kiterjesszük az egészséges életmódot és a táplálkozást. Jó, de ez most úgy mondod, mint hogyha cukor lenne a legnagyobb ellensége az embernek, amikor le akar fogyni, vagy a súlyát megtartsa? Nem feltétlenül itt arra kell figyelni, hogyha valaki tényleg változtatni szeretne magán, akkor ugye figyelni kell a kalóriabevitelre, ugye a mikro-makrotápanyagok bevitelére, ugye a rendszeres testmozgásra, és amit sokan elfelejtenek, ugye a pihenésre, a regenerációra. Tehát ezt az egészet, hogyha jól összehangban tudja hozni az egyén vagy a család, akkor tényleg könnyen kivitelezhető. Mondjuk legalább egy konkrét ilyen nassolási tippet, ami még belefér.
Én azt szoktam javasolni, hogy ha már ki tudjuk váltani a fehér lisztet, meg mondjuk a cukrot a sütemények elkészítésénél, legyen ez egy alappiskóta, vagy bármi egyéb, vagy akár egy szénhidrát csökkentett liszttel, akkor abszolút tudunk az egészségünk érdekében és a fogyás érdekében tenni egy lépést. Viszont nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy mondjuk egy szénhidrát csökkentett, vagy cukormentes süteményből lesznek mondjuk 10-szer annyit, és akkor ugyanott vagyunk, mint hogyha ugye rendeset ettük volna. Tehát tény is való, hogy azért a mértékletességnek nagy szerepe van, amikor egy ilyen diétát is elkezdünk. Igen. Hát én bízom benne, hogy ezt majd minél többen fogják forgatni, meglapozgatni. Gyerekek, valamit azért nekem is kéne. Tükörtojás. Nem, műzli, tükörtojás. Jó. Köszönjük Valás, szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És akkor most levegyünk és eszünk egy rántottát, nem így az adás után? Hát gondolom reggeli le lehet enni rántottát, nem Balázs? Persze, abszolút lehet, mint tisztojásból. Nem, itt is azért egyébként megoszlik, főleg a versenyzők esetében, hogy például amikor összeraknak egy rántottát, akkor általában azt szokták, hogy x mennyiségű csak a fehérje, és van mondjuk 2-3, amiben a sárgáját is beleteszik. Aha. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál, a nézőknek meg köszönjük a figyelmet. Köszönjük a figyelmet, holnap reggel is jövünk, szép napot. Jössz? Te is jössz, nem? Én jövök.